amikor a néző nem is karnyújtásnyira, új nyújtásnyira van tőlünk. Én nagyon-nagyon szeretem ezt a helyzetet. Én szeretek színházban kiszolgáltatott helyzetbe kerülni. Éppen Frank Sinatrát felrakó Rékasi Károly alakította Viktor Franz, még nem tudja, milyen durva végkifejlete lesz egy régóta várt családi találkozásnak. Eszter, hogy van? A 20. század meghatározó drámaírója Arthur Miller Alku című művének próbáját tekintettük meg a József Attila Színházban. Romok vannak. Romok. Egy romos házasság, ahol nem született gyerek, ahol valaki valamiért iszik. Egy másik ember egy puttonyt vett a vállára, a hátára, cipelte rajta az apját, a feleségét, a saját magát. Közben magyarázkodik, ott van egy nem működő testvéri viszony. Hol itt áll? Megmondtam, elmentem a kislásra. A történet röviden. Viktor 16 éve nem látta testvérét Waltert, őt nem csak Károly alakítja, de most itt az alkalom. Lemondják régi otthonukat, és az otthon hagyott holmik sorsáról együtt kell, hogy döntsenek. Viktor felesége Eszter, Fehér Anna is jelen van, amikor a becsűs Solomon, Újréti László betoppan, és a felek között elkezdődik az alkudozás. Mondjon egy árat, és zárjuk le ezt az egészet, rendben? Nem akarja, hogy haverok legyünk. Pontosan ezt akartam. Nem leszünk haverok. Olyan erős történet, olyan jó, olyan sok mindent lehet benne csinálni, olyan sok mindenről szól a szövegen túl, ami szerintem, amit én legjobban szeretek a szakmámban, hogy az adott szöveget elolvasni is lehet, de hogy az belülről mi minden történet zajlik még az emberek között, talán az a legnagyobb varázslat, és remélhetőleg ez eljut a nézőhöz is, ez a sok minden mögötte. Manapság csak a pénznek van becsülete. Mi baj a pénze? Sem. A 60-as években New Yorkban játszódó történet megállja a helyét a 2010-es évek Budapestjén is. Egy régvárt szituáció nem várt irányba megy, ezzel múltbeli sebeket tépnek fel a szereplők. Hiszen aki tudva, értve éli az életét, az lazán elő tud manzsettából olyan pillanatokat szedni, amik akár egy az egyben megegyeznek azokkal a helyzetekkel, azokkal a szituációkkal, amiket látunk a színpadon. Csak ha végig gondolod a napodat, végig gondolod az éppen megélt napodat este, akkor számtalan olyan pillanattal találkozol, amikor azt mondod, hogy hú, de jó volna ezt másképp csinálni. Talán majd még látjuk egymást egyszer, Vik. Sok szerencsét! Walter! Ezt a szemrehányást pedig nem veszem magamra, ez egyszerűen elképesztő. A darabot nem egy nagy színpadon, hanem egy kis pincében adják elő a színészek. Ebben a más világban úgy érzik, jobban kitárulkozhatnak a közönség felé. Kevesebb a javítási lehetőség, tehát hogyha a nagyobb eszközök távolabbról egy picit azért van egy távolságodnak, más is az ereje, itt egészen más mérnek a hatások, talán pucérabban állunk kicsit, mint a nagy színpadon. Amikor a néző nem is karnyújtásnyira, új nyújtásnyira van tőlünk. Én nagyon-nagyon szeretem ezt a helyzetet. Én szeretek színházban kiszolgáltatott helyzetbe kerülni. Ez pedig az. Miért szeretem? Azért, mert attól éberebb vagy, attól nem lazulsz be, attól nincs rutin. És amikor ennyire közel itt van a néző, hogy érezzük egymás szagát, vagy akár illatát, amikor egymásra lehellünk, akkor esélyed nincs arra, hogy egy pillanatra is a megszokás mögé be tudj lépni. Akkor nyitott idegvégződéssel vagy ott a színpadon. Szóval én nagyon szeretem a stúdiót. Az alapvető emberi értékekről és döntéseink morális felelősségéről szóló drámát október 10-től lehet megtekinteni a József Attila Színházban. Azok az emberek, akik szeretik a pénzt, azok nem mondanak le róla. Ezért van több kedélek.